Sziasztok, én Rémen vagyok, ez pedig a Rime című játéknak a lehetséges végigjátszása, mint ahogy eddig már oly sok esetben is. Belekezdünk, aztán lehet, hogy nem végzek vele. Nos, ez a játék a Tequila Works-nek a játéka, akik előzőleg a Dead Light című 2D-s zombis akció platformer kaland játékot csinálták, ami egy baromi jó játék volt a maga idejében, ugye az 2012-ben jött ki, aztán most rá 5 évre kiadták a Rime-ot, ami eléggé kutya életű volt, ugyanis először felvásárolt a Sony őket, hogy csináljanak nekik játékot, aztán a Microsoft, aztán nekik se kellett végül a Rime. Úgyhogy most egy ilyen multiplatform szerepbe kiadták, mint PS4-re, Xbox One-ra és PC-re is ezt a, hát mások szerint olyan, mint a Shadow of Colossus, vagy az ICO, amikkel én személy szerint eddig még nem játszottam, de hát okosok szerint erre a játékra, ezekre a játékokra hasonlít a leginkább, és most bele is vágunk, hogy mit is tartalmaz számunkra a Rime-nak a világa. Hát nagyon sok helyről, nagyon sok vélemény érkezett a játékkal kapcsolatban. Volt, aki szerette, volt, aki kevésbé, volt, aki technikai problémákra hivatkozott vele kapcsolatban. És hát most a végére járunk, hogy jelen állapotában, így megjelenés után talán 2 hónappal, vagy 3 hónappal vagyunk, hogy mennyire sikerült javítani a játékon. Most, amíg ezt elmondtam, addig ki is derültem, hogy pontosan 2 hónapja jelent meg a játék. És hát ezt a neve nincs karaktert irányítjuk, semmiféle gombkiosztás nincs. Tudunk kiabálni Y-nal, és nagy valószínűséggel nem nagyon fog a szánkba rágni semmit a játék, és hát ennek a szigetnek a felfedezése lesz a célunk. Mindenféle... Ó! Kapaszkodás úgy tűnik, hogy abban az esetben van, hogyha éppen felérjük a cuccost. Ó! Úgy tűnik, hogy a hangunkkal tudunk támadni, mert ha ezt támadásnak lehet nevezni. Maga a környezet az elég barátságosnak tűnik most még. Az, hogy hova és merre kell menni, azt nem tudom. De valamerre
elkezdünk felfedezgetni. Ó, itt van is valami. Ogy. Egy valami. Ez így érdekes lesz. Egy kagyló. Mint gyűjthető tárgy. Legalábbis annak tűnik, mivel mutatta, hogy van még 5. Úristen, micsoda felfedezés. FPS drop van. Sajnos. Jó, hogy körbe is értünk. És nem nagyon tűnik úgy, hogy másfelé lehetne menni. Ezek az FPS droppok, ezek viszont elég durvák. Úgyhogy ezen nem nagyon sikerült javítani az elmúlt 2 hónapban. Sajnos. Nem tudom, hogyha magasról leesek, akkor ez mennyire fáj. Úgyhogy most még nem próbálnám ki. Szerintem lesz rá alkalmam úgyis bőven. Na. Igazából mit is mondhatnék el erről a játékról, így, hogy nagyjából semmit tudom róla. Tapasztaljuk meg szerintem együtt, hogy mégis mi a helyzet itt ebben a világban. Mik ezek a... Oké, B-vel tudunk googolni. Igen, elméletileg X-el tudunk tárgyat használni, ha úgy adódna a dolog. Na, akkor nézzük meg, hogy bent ebbe a szigeten mit is találhatunk. Ha csak valami útba nem esik. Elég érdekes a grafikai megvalósítása a játéknak. Unreal 4 engine hajtja a drágaságot, amiből nagyon nem látszódik semmi. Cserébe viszont szerintem elég egyedinek tűnik a dolog. Tudunk-e úszni? Tudunk. Tudunk víz alatt is lenni. És ha már tudunk úszni, én ehhez a nagy fehér, hát minek nevezzelek, építményhez megpróbálok oda sonfordálni. Kérdés, hogy mennyire tart ki a levegő. Úgy tűnik, hogy nem nagyon fogok itt úszkálni. Az meg ott egy medúza. Azt lehet, hogy kihagynám, hogy vele kapcsolatba lépjek. És talán, mint hogyha víz alatt kicsit gyorsabban úszna a karakterünk. És hát... Oké, gyökereken lehet fölfelé mászni. Az ott egy sirály, ott is egy sirály, mindenhol nagyon sirály. És olybár tűnik, hogy egy elég nagy nyitott teret kapunk, meg egy fénycsóvát. Rendben, majd oda megyünk, de hát mint már aki régebb óta követ, tudhatja, hogy nem arra megyünk, amer van több fénycsó, szóval több helyre is mehetünk.
nem arra megyünk, amerre a játék vezet, mert hát abban mi a kihívás, hanem szépen felfedezgetünk mindenféle területeket, amiket majd lehet, hogy csak később kéne, de hát ez így sokkal érdekesebb. Ez itt van, hogy ez így... Nem lehet használni? De, csak... 5, 4, 6, 7 különböző gyűjthető kis bábú van. Szóval érdemes lesz itt körbenézni. Úgy is van, itt jöttünk fel. És akkor még hátul még fedezgethetünk. Hát, ha vár még ránk valami csoda. Azok ott viszont már valóban medúzák, úgyhogy talán nem kérem beesni közéjük. De hát jóló van, úgyhogy... Ó! Jó! Irányítás tényleg kicsit furcsább a megszokottnál, de ha maga a játék ad... Hello, az mi volt ott? Ha maga a játék ad annyit, akkor e felett én simán szemet hunyok. Ott van az a nagy kilátó, amit alulról akartam megközelíteni. Kérdés, hogy ezen a hídon át tudok-e jutni hozzá, hogy ezekkel lehet-e valamit kezdeni. Az ott ki? Ne esd le. Ott volt valaki. Piros ruhás valaki. Hello. Sokfelé nem tudott menni, szóval... Sokfelé nem tudott menni, de nincs itt. Jó, ez még nem... Aha. Ott megy egy fény. Csík. Leugrani azt nem szeretnék. Nem ugrok le. Annyira nem vagyok menő, hogy leugorjak ott. Ezek az FPS dropok viszont annyira nem adják. Amit túlságosan sajnálok, ez nem tudom mennyire fog kijönni a videóba, de remélem, hogy nem annyira. Aha, ott elméletileg át tudok jutni. Milyen hamar besötétedett. Remélem, nem akar rám támadni semmi. Mász föl. Megpróbálom megkerülni. Hát, ha úgy egyszerűbb dolgom lesz, mint a sziklákon átugrálni. Úgy is van. Húha, nagyon sok
gyűjtögetni való van itt. Úgyhogy abból nem lesz hiány. Az ilyen OCD-seknek, mint én a... igazán... tetszetős ez a játék. Vagy éppen, hogy pont nem. Az a baj, van egy olyan határ, amikor... amikor már lehet, hogy túlságosan is... sok dolgot... kell összegyűjteni. Hát te... kis disznyó. Egy ugyanilyet találtunk fönt is. Aha! Nyuszi hopp, nyuszi hopp. Jó, nézzük meg, mit tudunk ezekkel kezdeni. Ezek innen eltűntek. Ami lehet, hogy probléma, mindjárt visszanézek a fent lévő nyuszkóhoz, hát ha visszatér, akkor nem nagyon kéne itt ráordibálni. És semmiféle visszajelzésem nincs arról, hogy... nem, most már nem lehet rá kiabálni. Vodkon? Ó, hello. Visszamennyi! Akkor jó van. Mivel tudom elhesegetni onnan? Ez... pelikán. Pelikán elvtárs. Visszamennyi? Nem. Menjél vissza anyukádhoz. Hát akkor beenged. Ja, ott ez nem így megy. Jó. Jó, hát akkor ahhoz még visszatérünk. Itt is vannak. Vagy disznyók. Viszek nekik kaját, az úgy működőképes. Ne kergessetek már. Nekik akarok vinni, hogy eljöjjenek. Innét. Ez a zabáljatok. Ez is oda fog menni. Ja! Értem. Azt hiszem, hogy értem. Ha nem az üres helyre megy, akkor értem. Oké. Ezeket kell összegyűjteni, hogy ki tudjak nyitni egy átjárót, vagy valami átjárónak tűnő valamit. És akkor az utolsó kis cuccunk az... ott lesz fönt. Utolsó kis disznyó. Hm.
disznyó, coca, malac, nevezzük bárminek. Megint itt van a piros ruhás. Mi is piros ruhások vagyunk, csak az, őnek itt teljes felszerelése az. Fogadjuk, hogy most meg már eltűnt onnan. Persze. Alap. Teleportálós. Ez nem, ez nyuszi, ez nem is disznyó. Vagy franc tudja mi ez. Farkas, vagy... Valami kis állat. Mondjuk a farkas akkor nem biztos, hogy kis állat, de... Vagy róka, vagy bármi. Na. Itt valahol látok-e valami érdekeset a környéken? Szerintem úgy is le kell jönni még itt, akármennyire is összegyűjtögettem a... Nyuszi róka bármi együttesét. Így is van, azt mutatja, hogy de jó nekem. Most már csak le kéne jutnom, úgyhogy nem töröm ki a nyakamat. Ez nagyon jó, hogy terepviszonyokhoz terepviszonyok szerint mozog. Róka! Jaj! Oh. Oké. Na, lássunk, rókakoma. Hova tűnt? Mindenki eltűnik. Ó, illúzió. Ó, illúzió. Jó, oké. Ott van rókakoma. Na. De elméletileg itt a folyón is följöhettünk volna. Elméletileg, gyakorlatilag ki tudja. Hát van egy... megmászható rész. Pici vaddisznyó. Ez meg... Ja, ez az, amit belesikítottunk. De miért tűnsz el? Vagy, hogyha lejövök, akkor nem tudok már oda visszamenni. Jaj, óhe. És most learapja a kezét. Jó, hát úgy látszik, hogy oda nem nagyon fogunk visszamenni, ha csak nem lesz valami lehetőségünk teleportálásra. Ha. Az az a torony, ahol fönt voltam.
Na, menjünk róka koma után. Aztán lehet, hogy az OCD-t már itt abba is hagyom. És akkor csak magával a rókuskával fogok foglalkozni. Ó, ott van valami nagyon nagy világító. Jó, ott pedig ott volt a harmadik. Hol? Hol vakog? Ó. Jaj, egyszerre kell. Hogy tudok egyszerre benne lenni mind a háromnak az aurájába? Ott a róka. Ott a róka, úgyhogy nem erre megyünk. Kíváncsi, hogy oda fent mi van. De lehet, hogy majd csak úgy tudom megnézni, hogyha megkerülöm ezt az egész banzájt. Ó, ott van lent valami. Még egy ilyen darabka. Igazából ez a grafikai megoldás olyan, mint egy festmény lenne a maga a játék. És baromi szép. Jó. Gondolom, hogy azt jelenti, hogy át kellene majd mennem a hidon. Ez a fakitermelés. Hogy tudom eldobni? Egyé. Tököt lopunk. Tök lopó játék. Megint ott ez a piros ruhás. Te ki vagy? Te ki vagy, és hogy mentél fel oda, és én miért nem tudok oda felmenni? Tehát se tudok ugrani, hogy valamit tegyek. Hol vagy? Vak-vak. Na, Mizu? Ó! Nem tudom eltolni. Ezzel lesz itt a dolgunk, mert annak a párja cimborája. Lehet, hogy rá kell világítani. Vagy csak így ránézni? Aha. Oké, újfajta... Wow! Újfajta ajtónyitási módszerek vannak. Itt kérem szépen. És ezt az ajtót hogy fogom én kinyitni? Gondolom jelenleg sehogy. Van egy olyan tippem. Jó, hát idővel szerintem
arra rá is tudunk térni. Ide oldalra elnézek, hát ha akad valami loot. Úgy is van. Oké, ez a harmadik darabka valaminek. Elméletileg akkor lennie kéne itt. Az ott? Ez ott csak egy sziklaszírt, jó? Azt hittem, hogy ott van a piros ruhás. Itt semmi. Itt semmi, de az legalább nagyon... Na, mit akar nekünk mutatni a rókakoma? Egy... nagy büdös lyukát. Konnichiwa. No. Így már fel is tudunk ugrálgatni. De ettől a játéktól szerintem nem kell azt várni, hogy olterian nagy harcok meg hasonló dolgok lesznek benne, hanem csak és kizárólag felfedezés, puzzle feladatok megoldása és hasonló jóságok. Na, ezt akkor összeállítjuk. Úgy, hogy jó legyen. És akkor... aha, azt kicsit tovább kell. Oké, ott azt el kell mozdítani ezt a külsőt. Én meg is ad van adva, hogy hova? Szóval még nem is kell azzal szórakozni, hogy most megkeressük, hogy melyik pozíció lesz a legjobb a számára, hanem egyszerűen itt a jel, hogy ide hozd a koponyást, te állat. Mondjuk még lehet, hogy forgatni azért kell rajta. Ha lehetséges, de majd mindjárt kiderül. Á, nem, nem kell ezen forgatni. Úgy van. Újabb ajtó nyílt a továbbjutásunk felé, ami nem tudjuk, hogy hova vezet. De hát előre a végtelenbe, s tovább. Én mondjuk hát kíváncsi lennék nagyon, hogy ott azon a másik helyen mi van, vagy mi nincs. Jó, ezt majd gondolom a túloldalról ki kell nyitni, és akkor át lehet húzni. Nem, nem tudom át énekelni magam rajta. Lehet, hogy a rókakoma kell majd hozzá. Aha, hol a kövünk? Itt van egy kövünk. Szerintem az jó, én is... aha, ez lesz a külső ajtónak a nyitó szerkezete. Csak... ide nekünk még kelleni fog valami. Aha. De ezt át is... Aha. Kettő az egyben? Mutatvány?
Viszont ezt nem tudom. Várjunk csak. Azt meg majd innen lehet. Vagy nem tudom. Aha, ide még valami kell. Oda még valami kelleni fog. Mindig rossz gombot nyomok. Jaj. Melyik ez nem? Ez szerintem nem lesz ebben a formában ide jó. Lent kéne megnézni, hogy tudok-e felhozni még ilyen követ. Mert ez szerintem itt se fog működni. Viszont hoppácska, itt is van egy ajtó. Legalábbis annak tűnik. Lehet, hogy ott lesz a kulcs nyitja. Nem, még ezzel sem fog. Nem, ez csak egy pillér az egésznek. Még valami kell. Vagy lentre ide a placra. Az még úgy talán lehetséges is lesz. Alattam, van-e valami? Nézzük, hogy lehet ezt forgatni. Na, megnézem, hogy arra az ajtóra. Nem, így nem is aktív. Aha, csak ebbe a két irányba aktív. Jó, megnézem, hogy azzal a kővel mit lehet ott lent kezdeni. Hát szerintem az is egy titok nyitja lesz. Ennek valamiféle jelentőségének kéne lennie itt. Csak úgy nem rakhatták ide ezt a követ. Valamiféle úton, módon szükségem lesz arra. Ó, de így el is tűnik róla, szóval egy követ nem tudok duplán felhasználni. Viszont akkor a nagy ajtót... Meg kell nézni, van a téren valami, amit... Ups! Jó. Ja, vissza se tudok itt menni. Na, ha-hó. Ez így nem... Nem pálya. Valahogy meg kell oldanom, hogy fönt. Föntről. Le tudjak nézni. Erre mondjuk már szükségem nincsen. Nem, forgatni se lehet őket igazából, csak egy irány van megadva. Az, hogy minek húztam ide, nem tudom, csak... Hogy miért ne? Valahogy azzal az egy kővel kéne megoldani, de hogy? Hogyan? Ezekkel a fényekkel tudok valamit kezdeni. Ó, tudok! Lehet, hogy a fény lesz a megoldás, és az fog majd vagy ide adni valamit. Ha!
Nem is látok, hogy fénnyel működik-e valami. Vagy sem. Hűha. Ide? Nem tudok felugrani. Szomorúan konstatálom. Ott alul nyitottam ki azt az egészet. Hát akkor csak az lesz, hogy itt ezzel valahogy meg kell oldanom a problémát. Bent. Ha bent azt a részt kitakarom vele, ezzel, a kicsivel, akkor lehet, hogy itt ki fog nyílni ám az ajtó. A benti, és akkor lehet, hogy fel tudom hozni a másik követ. Vagy kapok rá valami magyarázatot. Mondjuk nincsen ilyen íve az egésznek, de... Ó! Akkor ez fél siker? Jó, hogy át... Aha! Jó! Szóval össze is lehet rakni két különbözőt. Akkor az a lenti kő az... az elméletileg semmit nem jelent. Viszont most a lenti ajtót akkor már ki tudom nyitni. Ja, át kéne forgatni. Lehet, hogy gyorsabban menne a dolog. Oké, engedd el. Most egy kicsit sajnálom, hogy nincsen facecam, már legalább látnátok azt, hogy mennyire vigyorgok a játék alatt, és ez baromira bejön. Itt a Rocky! Itt van Rocky Balboa, és kinyitotta nekünk az ajtót. Kösz! Lent itt nem szeretnéd kinyitni? Ahol van a kő? Annyira kíváncsi lennék, hogy ott mi a stájsz. Vissza még hát, aki nyitotta azt is. Miért ne? Bármi megtörténhet. Lehet, hogy most már nyitva van lent az ajtó. Nem, nincs. Hát akkor... kérülünk és megnézzük, hogy... mit rejtotta. Törmelék. Jó, ilyen magasságból még nem gáz, hogyha leesünk. Hol vagy, Rocky? Ott a piros ruhás. Megint el fog sétálni. Megint el fog menni. Megint eltűnik. Persze. Shit. Ja, azt hittem, hogy van valami jelentése ennek. Az is fényt. Hát ez meg mi? Egy ugyanolyan jel, mint ami ide fönt is van, vagy valami hasonló. És veled mit tudunk kezdeni? Hát sokáig kellett magunkkal hozni, úgy érzem. Ezt ki is lehet venni? Vagy ez egyszer használatos? Egyszer használatos? Yeah! Mi ez a...
világ. Megindult a hányás a halakból. Most nem csinálhatom magamtól. Na mindjárt megyek. Don't para, don't fos. Nyilvánik, hogy ezt is egyszerre kéne megindítani. Ó, meg kéne hozzá kettő kulcs, hogy itt tovább tudjak menni. És oda szembe fentre én most nagyon gyorsan fel fogom magamat küzdeni. Itt is vannak beszakadt falak. Azokon át kéne jutni valahogy. Mi ez a nagy kulcs? Lik. Lehet, hogy tényleg ijadonosabb lenne követni a rókucit, mert... Ó! Oh. Kell egy kulcs, kell valami izé, még egy izé, meg egy harmadik izé. Kösz. Nem aulnik, ha szétrombol mindent. Ezt itt űzni. Űzni kell a vadat. Hogy csinálj nekünk utat. Hűha! Hát most szerintem bezártam magam. Ugye micsoda felfedezés? Lehet, hogy nagyon nem kellett volna ide jönni még. Mi ez a gömb? Gömböc. És kinyílt vissza az ajtó? Nem? Na, vedd le. Shit. Van még egy. Ja nem, csak amíg leveszem, addig van itt még egy. Akkor viszont valahogy át lehet hajítani, ha jól érzékeltem itt a dolgokat, vagy átgurítani. Ez sikerült. Ja, nem. Na most teljes mértékben befagytunk egy achievement ajándékaként. Úgy tűnik, bugzik a játék. Yeah! Ködőképes. Tovább a játék. Ami remélem, hogy működőképes, ugyanis most a mentési pont az visszarakott kintre. Úgyhogy lehet, hogy egyszerűbb lett volna arra tovább folytatni dolgokat, de ha már hol vagy? Ide fönt van a róka, pedig nem is erre vezetett. De akkor igazából mindegy, amerre megyünk, arra megyünk. Címszó van.
Lerakod végre? Lehet, hogy ide még nem lesz elég a tudásom. Nem, ugyanis ide föl kéne hozni egy... Egy ugyanolyan gömböt. Kérdés, hogy ebből el tudom én venni? El. Nem jó helyre hajítottad. És mi van, ha én ezt a másikba implementálom? Oké. Innen leveszem, ide átrakom, becsukódik. Felső viszont nyitva van? Nem. Ezt így mindenféleképpen ide kell, hogy rakjam. Azt meg át kéne simán hajítani, ha nem lennék teljesen analfabéta hozzá. Felfelé tudom hajítani? Persze, viszont le tudom rakni. Le tudom rakni, és ha ide át rakom a másik gömböt, akkor föl tudom teleportálni a sajátomat. És akkor már megoldható lesz a problémám. Nem dobod, rakod. Köszi. És itt lenne egy harmadik is. Csak ugye azzal az a probléma, hogy össze van törve. Ez az. És akkor továbbjutásunk meg is történt, és ott tudunk nyitni egy ajtót. Itt ezzel tudunk nyitni egy... kulcs. Nem felvehető kulcs. Így most már felvehető kulcs. És akkor menjünk le körbe. What? Jó, túlélő mindent. Túlélő mindent. Nem kell itt aggódni semmit. Akkor egy kulcs megvan, és akkor a másik irányba pedig gondolom lesz a másik kulcs, amivel azt ott ki tudjuk nyitni, és majd egyszerre remélhetőleg egyszerre a négy cuccmóval pedig meg tudjuk oldani azt, hogy ott középre a híd kinyíljon, vagy esetleg itt ezzel a megoldással itt is vannak olyan különböző kreatúrák, amikre
rá lehet sivakodni. Jaj, ne válts kamera nézetet, légy szíves. Mindjárt. De ez közben rájöttem, hogy ezek a áthaladó csíkok, ezek a szélefektek, én meg azt hittem, hogy valaki lő. Annyira hozzászoktatták már az embert ahhoz, hogy ez valami nyíl vagy bárminek a szimulálása legyen, és közben ez csak szél. Nagyon jó. Hú, ezt is ide is egyszerre kéne rákiabálni mindenre. Aha. És nem voltam időn belül. Még itt van valami. Ó, hellóka. Valahogy csak ki lehet ezt terjeszteni nagyobbra. De ide viszont kéne valami kő. Miután oda följutottam, innen át tudok rá kiabálni? Nem. Az. Ó. Oké. Így most már viszont meg lesz a titok nyitja. Mi van, Rókuci? Így most már mindenre menni fog. A Róka mit akar odát? Ott már voltam, hello. Az már megvan. Kicsit le vagy, el vagy késve. Odalent lehet valami? Hát most innen nem igazán kockáztatnám meg a dolgot. Ez mi? Tojás. Ups. Ez így instant? Nem instant halál. Innen még vissza lehet jönni. Csak magasabban nem érdemes tartózkodni. Legalábbis egy zuhanás pillanatában semmiféleképpen. Hát az-e? Az a tojás. Hű, jó. Aha, az úgy csak kettő.
Az pedig ott a harmadik, úgyhogy arrébb hozom. Mondom, arrébb hozom. Innen elér. Hátsóhoz nem ér el. Na várjunk csak. Itt is vannak tojások. Ó, lehet, hogy ez még kora itt. Esetleg a másikkal nem tudom növelni még a hatótávot. Túloldalra nem ér át. Az úgy cink. Sem érett. Ott a róka. Hát... Vaze. Most én oda át tudok ugrani? Ez szerintem baromira nem. Hiába vakkantgatsz. Hát jó, akkor megpróbáljuk. Geronimo, nem sikerült. Oké, nem tudok oda átugrani. Kell a harmadik. Mindenféleképpen kell a harmadik. Ezt milyen távolságból tudom ugyan aktiválni? Oké, aktiválódik. Aha! Jó. Köszi, Rókici. Nagyon kedves vagy, de most a vakkangatást abba hagyhatnád, mert annyira nem jó. Oké. Nyíjaj! Nem is sikerült mellé ugrani. Húha! Ez az! Sikeres! Sikeres landolás! Viszont itt legalább gyorsan visszatölt. Nézzük a jó oldalát. Mász fel. Eléri azt a szírtet? El, jól van. Na, mi van itt? Mi lenne? Szírt? Meg mászás? Itt nem? Jó, ha nem, akkor nem. Ezen sem állszol föl? Akkor hol? Na, itt
már viszont felmászik. Kérdés, hogy miért jöttünk fel ide, mert látszólag nincs itt semmi. Látszólag nincs, gyakorlatilag van. Na, akkor második kulcs az utat megtaláltuk, és innen fogjuk folytatni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor kommentel, vagy lájkol, vagy bármiféle dologgal jelezd, meg azt is, hogyha szeretnél belőle a folytatást, ami nagy valószínűséggel második rész lesz, és majd ott fog kiderülni, hogy lesz-e folytatása még a játéknak. Nekem eddig amúgy baromira bejön, egyedül ezek a FPS droppok azok, amik nem nagyon tetszenek. Amúgy egy tök jól összerakott játék, még az irányítással sincsen semmi különösebb problémám, kivéve a dobásokat, meg hát azzal, hogy azért az a fagyás az annyira nem tett jót a lelkületemnek. Ugyanis nem elég, hogy lefagyott a játék, hanem amit ti már nem láttatok, újra is indult tőle a box, amit nem nagyon szeretek, hogyha egy játék annyira optimalizálatlan, hogy kifagyasztja az egész rendszert, mert ha még csak maga a játék fagy ki, és vissza tudok lépni a menübe, akkor azt még úgy valamennyire elnézem, de ez a durva fajta fagyás volt. Na, minden esetre köszönöm még egyszer a figyelmet. Sziasztok!